és hát igazából mindig is ilyen kölcsönös szerintem nekünk a kapcsolatunk, hogyha tud valaki valamit, koncert, vagy fellépés, vagy workshop, vagy valami lehetőségben, akkor szól a másiknak, és így volt ez most Anti részéről, szólt nekem, hogy van egy ilyen lehetőség, workshop és koncert, kétnapos, és mivel ide költöztem most Magyarországra, igazi Magyarország jöttem most már, akkor így részt tudtam venni a Mediawave-nek. Összeköt bennünket a zene, és jó erről beszélni, jó erről. Ugye a Lacka Jam-mel ők már több éve benne vannak, jó erről tapasztaltabb emberekkel beszélni, információcsere, tapasztalatcsere. Az igazságot mondjam el magamban. Az, hogy már nagyon hiányzik és kívánom az újdonsült mennyasszonyomat. Úgyhogy ez az igazság. Alig várom, hogy lássam. Az igazság még az, hogy amennyire kezdesz belemélyedni valamibe, annyira kezdesz rájönni, hogy nem is tudsz még semmit róla. Így igaz az én harcsonálásomról is. Mi még az igazság? Hát így kb. Ezek. Hogy szerelmes vagyok. Hogy ennyi. Hogy szeretem a népzenét. Úgymond otthoni munkákat csináljuk. Megpróbálunk így inspirálódni. És olyan, mint egy lassú improvizáció. Szóval van időm kigondolni, hogy mit szerzek, mit játszok. Megpróbálok asszimilálódni ezzel az egésszel, hogy mondjuk most is szerzek egy előadásra zenét. Szóval színházas meló, ami eléggé tetszik, szóval lehet, hogy aztán ezt is fogom folytatni. Nehéz. Én szenvedek egy kicsit ettől, de hát mivel, hogy márciusban azt hittük, hogy egy-két hónap, és most látjuk, hogy nem egy-két hónap, ezért csak arra tudok most már gondolni, hogy nem szabad erre belegondolni, mikor lesz vége, mikor nem lesz vége, hanem csinálni az, amilyen, ami éppen utamba áll. Azt megragadni, mint ahogy most itt vagyok. Bármilyen olyan alkotó munkába, ami ilyen projekt alapú. Szóval, hogy nem valamire készülünk, hanem azért vagyunk együtt, hogy együtt legyünk. És hogy a kreatív része az tökre érdekel, úgyhogy és jó is, működik is. Most az első igazság az jutott eszembe, hogy kajárpéci lettem. Ez az első igazság. Két hét múlva kajárpéci leszek. Nem tudom, milyen igazságot mondja.
Szerintem ez most jó igazság, ez a mostani igazságom. Hát én mindig is azért szerettem zenélni, vagy énekelni, mert át tudok adni érzéseket, érzelmeket. Meg maga a zenélés is, mert mint az nekünk is jó. Szóval, hogy simán önző érdekből, mert ez egy jó dolog így csapatban zenélni. Úgyhogy, ha meg, és szerintem meg, ha mi jól érezzük magunkat, az meg átüt, vagy átmegy, és akkor ezt át is adhatjuk másoknak, akik szintén jól érzik magukat, ez meg így egy csodálatos dolog. Hát szerintem pont az ilyen projektek, amikben most vagyunk, ezek biztos, hogy segítenek, hogy mondjuk idén nem találkozunk, mert nincs rá lehetőség, de mindenki megcsinálja a saját helyben működtetett munkáit, amit megnézzünk, nyilván mi is az övékét, ők is a miénket is, lehet, hogy jövőre, ha már vége lesz ennek a határzárnak, vagy bármilyen tiltásnak, akkor meg már úgy találkozunk, mintha már találkoztunk volna, mert hogy láttuk egymás munkáit, ugyanúgy, mintha egy helyen itt lennénk. Szerintem így ez működhet most is. Szóval, hogy amíg ilyen átmeneti állapotra gondolunk, hogy ez csak egy ideig tart, és utána minden, ha nem is teljesen úgy, mint régen, de hogy visszaállunk a fizikális találkozók világába, amíg az van bennünk, hogy ez egy, ahogy mondtam, hogy ez egy átmeneti állapot, és van arra remény, hogy ez megszűnik, akkor így, akkor még nagy lendülettel megy ezeknek a munkáknak is neki mindenki, de hogyha előre tudnánk, hogy soha többet nem lesz rendes muzsikálás, így nemzetközileg, az, hát nem tudom, az már egy másik kérdés. De hát biztos, azért az emberek kreatívak, szóval, hogy biztos kitalálunk valamit, mert olyan nincs, hogy nincs zene, vagy nem csinálunk semmit. Így is idén is már volt olyan projektem nekem is, amit úgy csináltunk meg, hogy egyesével felvette mindenki a saját részét, és ezért tök jó, hogy vannak vágók, meg ilyen hangmérnök emberek, ami ezért nem értek, de így meg tudják csinálni azt, hogy olyan, mintha együtt lennénk, és a végeredmény icipicivel van lejjebb érzetileg, mármint zenészként érzetileg kifele meg tudják úgy csinálni, hogy már nincs is különbség nagyon. Persze az nekem mindig jobb, hogyha együtt muzsikálunk, felvételeknél is az egyszerre játék, az sokkal jobb, de hogy végül is megoldható, talán ez lehet a jövő egy rossz világban, vagy egy olyan van, ahol folyamat jönnek ilyen szuper vírusok. Ja. Énekes vagyok, szóval nem is népi hangképzéssel énekelek. Viszont nagyon szeretem a népdalokat, meg nem is akarok igazából úgy énekelni, mert alapvetően, mivel nem így énekelek, az olyan fura lenne, hogy most egyszer csak átmegyek egy teljesen más hangképzésbe. És igazából tök jó, mert olyan visszajelzéseket kapunk, hogy ez működik. Mert hogy nem egy komplett nép zenekar alakul itt, hanem folyamatos kísérletezések vannak a hangszerekkel is. Szóval nem népi hangszereket viszünk bele a népzenébe, és tök jól működik. Belülről is, meg úgy tűnik, hogy kívülről is, úgyhogy tök jó. Improvizációban, ha a dallam világot nézünk, akkor egy csomószor át tudom vinni másik stílusba is a népzenés dallamokat. Ugye a népzenében nem igazán improvizálunk, de ott meg inkább ilyen
nem tudom, ilyen érzeteket, vagy így, amit a másik hangszínnel, tudok, mint olyan egy, nem tudom, ez hogy ilyen jazzes érzetet bele tudok hangszínileg vinni a népdalba is, amitől ilyen érdekessé válik. De ez nem egy tudatos dolog, csak a végeredményben egy tök érdekes ilyen fúzió jön létre belőle. Mondjam el magamra az igazságot? Melyik részére vagy kíváncsi? Nagyon, az igazság az sokrétű, összetett. De mi, ilyen adatokat is kell egyébként most mondjak valamit? Vagy? Nem adat közleként. Na, köszönöm. 1-1-0-0-1-1-1-0-0. Ezt a kérdést találtuk ki így felütés. Ja, igen? Az igazságot mondjam el magamról. Hűha. Hát figyelj, ja, akkor nyilván a prioritásokra vagy kíváncsi. Kajárpéci vagyok. De tényleg. Kajárpéc vagyok. 10. éve lesz, képzeld jövőre, hogy Kajárpécen lakom. És ilyen hosszú idő, hát sőt, már pár éve megtörtént az, hogy ilyen hosszú időt még nem töltöttem egy helyen, úgyhogy ez már jelent valamit, én innen nem akarok elmenni. És tök jó. Úgyhogy azért is örülök, hogy itt volt most ez a workshop, mert hogy azért ugye muzsikusként nem feltétlenül 1500 fős faluban dolgozol a legtöbbet, és ez tök jó, amikor így helybe jönnek ezek a esetem is, hogy tehát nem is az elfoglaltság jön helybe, hanem hogy fantasztikus zenészek összejönnek. Tehát, hogy így, akikkel most itt sikerült együtt dolgozni, hát először is Anti, aki Brasnyó Anti, aki ugye most egy pár hete vagy pár hónapja maximum jött ugye erre a vidékre, ide költözött. Ővel egy párszor muzsikáltunk már, de most két teljes napot el tudtunk együtt tölteni, igazából úgy, hogy nem volt más dolgunk, mint zenélni, és akkor kiváló muzsikus kollégákat bevonzott még ez a történet, ugye. Párszor végig gondoltam már ezt ugye, a 30 vagy 31 éves, nem tudom mennyi a Mediawave, de hogy ilyen 30, már nem számoljuk. És hogy igazából ugye a fiatalságom, tehát valamikor ilyen 17 éves körül lehettem, 16-17, amikor először volt a Mediawave Győrbe. És én akkoriban ugye jön rá az ember, hogy kurvára csodabogár, tehát hogy így a Győrbe, Győrben, Adivárosban felnőni. Ugye? És akkor, hogy itt te biztos veled van a baj. És akkor nekem az igazából az, hogy visszagondolva a Mediawave az, hogy évről évre mindig összejöttek ilyen mindenféle figurák, egy kicsit ilyen önigazolás volt, hogy azért léteznek még ilyen hülyék máshol is. Tehát, hogy és akkor gyakorlatilag én nekem a fiatalságomnak szerintem egy meghatározó része volt az, hogy tavasszal vártuk rendesen, hogy megint legyenek a városban ezek a furcsa arcok, akik hasonszörűek, mint mi. Én nagyon szerettem például, és nagyon emlékezetes nekem annak idején még Novák puszta volt, ugye? Novák puszta. A kastély volt egy helyszín, meg ott még a Krumpfogás szoboravatás, még Héderváron, meg ezek nekem nagyon emlékezetesek. Meg még a zsinagóga, amikor aztán helyszín lett, tehát hogy egészen fantasztikus helyszíneken zajlott ez a történet. Ugye igazából a Komárom érőd is zseniális helyszín volt, nem tudom, én most ezt szeretem legjobban, meg Kajárpécen van, és szerintem egyébként Kajárpéc is tökre alkalmas, tehát hogy most ez így kiderült, hogy alkalmas erre, tehát itt is azért nem kis számú részvevővel zajlott ez a kétnapos workshop, párhuzamos két darab workshop, és azért itt ez a jövésmenés, ezt így simán tök jó, mert elbírják ezek a helyszínek, meg elbírják a faruk terei, meg a kocsma, meg a kultúr, meg a, mit tudom én, a tér, meg a akármi. Úgyhogy most így hirtelen marhára összeszedtem, de valami ilyesmi. Igen,
Mert ugye én egy fiatal zenekarral dolgozom most a legtöbbet, egy fiatal népzenekarral a Somlóbandával. És az egy, tehát így most éppen ezen a tavaszon meg nyáron így indult volna el ez az a sok meló, amit ugye beleraktunk az elmúlt évekbe, az most úgy nézett ki, hogy meghoz a gyümölcsét. Tehát, hogy telt a naptár, és akkor koncertek, mindenféle megkeresések, meghívások jöttek, mert előre is mindenki. Tehát, hogy a szőnyeg az így szépen kiment a lábunk alól. És hát megmondom őszintén, nekem az bazira nehéz volt, tehát én tök más dolgokkal foglaltam el magam nyáron, mert építkezés jött, házbővítés jött közben, úgyhogy arra tudtam koncentrálni. És most már rettenetesen hiányát éreztem annak, hogy valami legyen. És párat már ugye muzsikáltunk, de dolgoztunk közben is, mert azért forgattunk egy videoklipet, tehát összehoztunk egy, sőt, nem is videoklip, de a kis film, mert 7 perces. Tehát azért összehoztunk mi egy kerti partit nálam sok-sok-sok résztvevővel, és akkor arra a napra összeraktunk egy forgatást, és akkor az az esti buliba torkolt kvázi az egész napos forgatás, ahol gyakorlatilag így egy ilyen kis koncertet adtunk így a kerti parti résztvevőinek az én kis Béke utcai udvaromban, és ebből marha jó pofa a kis film született, a videoklipnek is hívhatjuk, de annál hosszabb. Úgyhogy ezért dolgoztunk, meg csináltunk cuccokat. Ez most így zeneileg baromira jól esett, hogy ennyire különböző zenészekkel, meg különböző hozzáállásokkal lehetett találkozni, és hogy ezt össze tudtuk tök jól fésülni. Úgyhogy ez így nagyon, ez most így kurva jól esett. Na. Hát ugye ez itt a délutáni kerekasztal beszélgetésen ez ugye szóba került, és én pont azt gondolom, hogy ezt azt a műfajt, amiben én leginkább mozgok, tehát ezt a népzenés műfajt érinti legkevésbé ez. Mert hogy eleve kis közösségekbe zajlottak mindig is ezek a muzsikálások, amióta ezt nem tudom. Tehát hogy az, hogy kevesebb koncertünk lesz, hát na bum, vagy de is lehet, hogy nem is lesz kevesebb koncertünk egyébként, hanem azok ilyen kisebb helyeken, de hogy ez egy emberi, valami módon szerintem ez egy emberi zene, úgy értem, hogy ez a hangszerelés, ez az akusztikus műfaj, tehát hogy meg tud szólalni akusztikusan is, megkihangosítva is, meg kis téren, meg nagy téren, mit tudom én. Én azt gondolom, hogy ez az alapvető emberi igény, ez így nem hagyja ezt tehát a mi műfajunkat legalábbis egy kicsit jobban érintetlenül hagyja, tehát inkább a nagy fesztiválokra lesz ez hatással. Mert valójában most az olyan, hogyha magamról elmondom az igazságot, az olyan, hogyha mindenkiről elmondanám. De hogyha mindenkiről elmondom, akkor az olyan, mintha magamról mondanám. Mert lélekben mi mindjárt egyek vagyunk. Na most igazság mindenben van, de a szeretet az a minden. Na most, hogyha életrajzról van szó, akkor az emberi lény, vagyis nem, hát ez akkor nem életrajz, hanem egyáltalán, hogy megy az egész, ha más igazságról van szó. Ameddig mi emberek nem engedelmeskedünk lelkünk parancsának, amely csak ott van és sugal nekünk szépen, hogy menj arra, meg azt ne tedd, meg ilyesmi, addig szenvedünk.
Tehát az történik, hogy akarunk, tervezünk, és akkor nem veszük észre, hogy azt jön valami, és csak úgy ketté töri, nem sikerül, de mi megyünk neki még egyszer, de nem sikerül, és aztán csodálkozunk, kétség, meg minden, meg ezért baj. Ez mind azért van, mert mi egyszerűen nem engedjük azt, hogy a lélek a felszínre jöjjön, és a lélek vezessen bennünket. Pedig, hogyha mi azt megengedjük, hogy a lélek vezessen bennünket, akkor csodálatos dolgok történnek velünk. Sőt, amit az emberiség természet fölöttének nevez, az a természetes. Most ez egy olyan igazság, ami ott van mindenkiben. Akik zenével foglalkoznak, meg vannak, akik nem is foglalkoznak zenével, tudva tudatlanul, megint csak a lélekről térek vissza, hogy az vezet bennünket, tehát egy belső vezető. És az hoz bennünket össze. Most van olyan, hogy mi emberek megbeszéljük, hogy na majd így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz, és na, úgy is van. Hát az azért van úgy, mert ott egy hullámhosszon vagyunk azokkal az emberekkel. Most vannak olyanok, akik nem zenélnek, de viszont élnek egy olyan fajta életet, ami ezt érinti, és tudnak ezen a hullámhosszon lenni. De viszont vannak olyanok is, akik meg nem, és akkor érződik egy olyan hatás, ami bomlaszt. De mondhatom azt, hogy minket, zenészeket egy ilyen rezgés hullám tart össze. De valójában minket, embereket is. Tehát Isten, vagy természet, vagy univerzum, kinek nevezi. Tehát amikor valaki ezt megtapasztalja, hogy ezt nem ő irányítja, hanem Isten, vagy természet, vagy univerzum, vagy ki minek nevezi, kinek a mi, akkor elengedi az egészet. Nekem meg olyan tapasztalatom van ebben, hogy én júliusban jöttem el Szerbiába, úgyhogy fogalmam sem volt, hogy én ide fog kerülni egyáltalán. Hogy most akkor egyáltalán, hogy ebben a társaságban leszek majd. Ezt nem tudtam. Semmit. Előtte csak éreztem azt, hogy valami nem oké, és valamit mozdulni kell. Fogalmam sem volt, hogy merre. Vagy hova fogok majd menni, csak egyszerűen elkapott egy sodrás, és az addig vitt, hogy ide kerültem. És ezek után, a tapasztalatok után, amit még végigéltem alatta, ami annyi, hogy most ezt lehet róla mesélni, de azt az ember át kell, hogy élje. És azok után, ahogy átéltem azt, azok után azt tudom mondani, hogy van egy hogy nevezzük úgy, hogy egy nagyobb erő, amelyik intézi nekünk azt, hogy mikor, hol legyünk, pont kivel ülünk le beszélgetni akár, vagy mi. Ez az egész helyzet, ez egy nagy tanítás számunkra, emberi lényekre, hatólag, mert hogy még mindig erőködések mennek. Tehát addig, ameddig mi kötődünk, ragaszkodunk, és úgymond kötjük az ebet a karóhoz,
még sokat akar a szarka, és nem bírja a farka, dolgok történnek, addig szenvedünk. Amikor mi emberek megtanuljuk, ez az egész úgynevezett koronavírus arra tanít bennünket, hogy álljatok most már le. És tényleg hagyjátok már, hogy gyönyörűen szépen vezesselek benneteket, és akkor majd jó lesz. Ez egy nagyon régi történet, több ezer évre visszamenőleg. Akár vallást nézünk, akár már vallásokon fölül, spiritualitáson keresztül. És ez egy, épp azért hívják koronavírusnak is, mert mi emberek megkoronáztuk félelmünkkel, meg az egész mindennel, amit nevezhetünk negatív dolgoknak, és most már ideje ezt befejeznünk, tehát teljesen átváltani. Aminek az alapja az, hogy az ember ne kötődjön, ne ragaszkodjon, ne tervezzen, ne akarjon irányítani a másikat, meg ilyesmi. Mert ezekkel mi emberek el is taszítjuk az egyikünket a másiktól, hogyha így élünk, meg bomlasztunk társaságokat is. Hát ez nem egészséges. Teremtjük a jövőt. Tehát, hogyha én a jelenben most azt mondom, hogy föladom, ami nem azt jelenti, hogy nem futok, hanem azt jelenti, hogy föladom egy nagyobb erőnek, vagy Istennek, vagy kiminek nevezi megint csak, hogy tessék, rendezd. Tehát mi azt minden előbb, tehát hogyha jelenben elkezdjük ezt élni, akkor avval teremtünk magunknak egy olyan jövőt, hogy úgy tudunk élni itt a föld bolygón, hogy egyáltalán nem ártunk elsősorban magunknak, utána a másiknak se, meg a környezetünknek se, az állatoknak se, stb. Mert ezt kéne megtanulni. Ehhez nekünk le kell küzdeni az értelmet, az elmét lecsendesíteni, és leküzdeni az egót. Ami valahol a legnehezebb, de erre tanít bennünket ez az egész helyzet. Ez egy arany lehetőség, egy olyan jelen, ahol egy olyan jövőt tudunk teremteni, hogy tehát annyira pozitív és szép jövőt tudunk hova teremteni, hogyha úgy állunk hozzá, hogy azt, hát, el lehet képzelni. Yeah.